Üdvözlünk a Rich Club.hu csatornáján. Az eddigi, talán legnehezebb feladatunkra vállalkozunk. Bemutatjuk Floyd Mayweather autó kollekcióját. A kollekció különlegessége, hogy a legtöbb darabból általában többet is vesz, és gyakorlatilag az összes létező luxusautó márkának megvásárolta már legalább egy modelljét. Elhoztuk most nektek a legkülönlegesebbeket. Porsche 911 Turbo Cabriolet. A Porsche ikonikus autójának kabrió változata természetesen alapdarab, és ott parkol Floyd garázsában. Mercedes-Benz SLS AMG. Mayweather az autó megjelenése után az elsők között vásárolta meg ezt a csodát még 2009-ben, de nem az egyetlen Mercedes-e, szintén tulajdonosa egy Mercedes-Benz SLR McLarennek. Az autó tervezése során a mérnökök célja a versenypályán tapasztalható élmény átültetése volt az utcára. Úgy tűnik, hogy a boxolót biztosan meggyőzték. Mercedes G63. Egyike a kevés terepjárónak a kollekcióból. Mayweather láthatóan jobban szereti a sportautókat, vagy a nagyon elegáns autókat. Maybach S600, azaz a Mercedes Rolls-Royce-a. Mayweather volt az első híresség, aki megvásárolt az autót a 2015-ös bemutatása után. Újkori ára 210 000 dollár volt. Mercedes V140. Állítólag valamennyi modell közül ez az 1996-ban vásárolt V140 a kedvence. Ideje márkát váltani. Bentley Flying Spur. Pontosan olyan, mintha egy 5 csillagos szállodában utaznánk. Mayweather megkedvelte a Bentleyt, hiszen vett még egy Bentley Mulsanne-t is. Azonban az által leggyakrabban választott automárka továbbra is a Rolls-Royce, amiből áll egy Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Freight és egy Rolls-Royce Ghost is a garázsában. Amikor kicsit gyorsabb tempóra vágyik, olyankor például Lamborghini beül. Az olasz gyártó darabjai közül található nála Lamborghini Aventador és Lamborghini Murcielago is. De szereti a legfőbb riválist, a Ferrarit is, a gyártó legkülönlegesebb darabjait választotta ki. Többek között büszke tulajdonos egy Ferrari Enzo-nak, Ferrari 599 GTB Fiorano-nak és egy Ferrari 458 Italiának is. McLaren 650S. Legutóbb Drake garázsában találkoztunk McLarennel. Floyd a Spider változatot választotta. Megtetszett neki még egy angol csoda, Aston Martin 177. A listának még mindig nincs vége, jöhetnek a csúcsautók. Pagani Huayra. Ez a világ egyik legdrágább autója, úgyhogy természetesen muszáj volt venni egyet a Starbucks szólónak. Egyik legnagyobb kedvence azonban továbbra is a Bugatti. Büszke tulajdonosa egy Bugatti Grand Sport Witnessnek, egy Bugatti Veyronnak és egy Bugatti Chiron-nak is, aminek Floyd az első tulajdonosai között volt egyébként. Még mindig nincs vége, ugyanis megvette az egyik legritkább és legkülönlegesebb autót is a világon, amiből összesen 3-at gyártottak, Koenigsegg CCXR Trevita. Az autó 4,8 millió dollárba került, és ez a kollekció legértékesebb darabja. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról. Weboldalunkon a richclub.hu-n további érdekes cikkeket olvashatok olyan dolgokról, amik kiemelkedően magas minőséget nyújtanak. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!